Idén 50 éves a Munkásművelődési Központ és a József Attila Könyvtár. A közösen ünnepelt évforduló apropóján a két intézmény vezetője idézte fel a könyvtár és a művelődési ház 1974 és 1994 között egy zászló alatt működött. 94 év végén azonban, ha az épület jellege miatt fizikailag nem is, de külön utakon folytatták a munkát. Mindkét történet ismert. Idén nagyszabású jubileumi ünnepséget szerveznek közösen szeptember 7-én, amely részleteiről egy sajtótájékoztatót tartottak. Lesz egy kis hivatalos részben, ide meghívtuk a régi könyvtári, illetve MMK-s dolgozóinkat, ahol egy kis pohárköszöntő keretein belül a megnyitó rész után leülnek, és nosztalgiázhatnak, ellehetnek együtt boldogan. Az igazi ünnep ugye, az november 4-e, amikor hivatalosan átadták az MMK-t, tehát ott majd egy röpke megemlékezést mind a két intézmény tart, akárhol, vagy az oldalainkon, vagy rendezvény keretein belül. Ez még a további tárgyalások alapját képezi, hogy mit tudunk megcsinálni. Tóth Éva beszélt arról is, hogy a jubileum egy fontos része a régi munkatársak, kollégák fogadása. Az esemény persze több dolog miatt is különleges, hiszen jeles napokról is megemlékeznek ennek keretében. A programok egy része is például az Olvasás Világnapjához kapcsolódik majd. Ami pedig az Olvasás Világnapját illeti, egy közös könyvolvasással fogunk erre emlékezni, hozz egy jó könyvet, ez mindenkinek szól ez a felhívás, és arról fog szólni, hogy a gyerekek, felnőttek, vagy hozzák kedvenc könyvüket, és abból olvasnak fel, vagy pedig itt az udvaron biztosítunk köteteket, és abból lehet majd választani. A tájékoztatón elhangzott, a programsor kicsiknek és nagyoknak egyaránt biztosít majd szórakozási lehetőséget. A múltidézést két színpad dobja fel, de lesz népi játszóház és élőszavas mese is. És egy napra újra átjárható lesz a két intézmény a közös folyosón. Átjárást biztosítunk. Mint régen nyitva lesz az első emeleten az átjáró a könyvtár és az MMK között, és én úgy gondolom, hogy a két színpadon, ahol zajlik majd a rendezvény, az egyik a kis színpadunk, ott lesznek a gyermekprogramok főleg. A nagy színpadon azért azt meg kell említeni, hogy Kis Péter harmonika művész és Farkas Erik fog egy műsort adni, és azért ott lesz még este a nagy koncert, Kelemen Angelika Jazz Kvartettje jön. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a városlakók megtisztelik a rendezvényünket, ide jönnek, és szerintem egy fergeteges családi nap fog ebből a közös térből, a köztérből alakulni. Tóth Éva végül azzal zárta a tájékoztatót, hogy természetesen a gyermekkönyvtár is csalogatja majd a látogatókat. Továbbá az igazán kíváncsi érdeklődők részt vehetnek majd a könyvtár pincétől a padlásig programján is. Lesznek még kísérő rendezvények, a kézműves foglalkozásokból lesz egy a gyermekkönyvtárba is, mert hogy onnan is meg lehet majd közelíteni az udvart. Akkor a könyvtáron belül lesz pincétől padlásig bemutató. Itt nem csak a zárt tereinket fogjuk megmutatni, hanem kincseket is keresünk. A program beharangozója alkalmával Kovács Rózsa és Tóth Éva egyébként kiemelték, jó érzés volt újra együtt dolgozni. Mindkét intézmény egyébként csekély létszámú dolgozóval üzemel, de mindenki kivette a részét a hónapok óta tartó előkészületekből, meg persze majd a lebonyolításból is. Szeptember 7-én tehát ünnepeljünk együtt, részletes program az intézmények weboldalán olvasható.